Tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit Mezőkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete nevében. A mai napi, azt hiszem, ütemterv szerinti testületi ülésen a jelenléti hív alapján megállapítom, hogy minden képviselő testületi tagunk jelen van, így a határozatképesség fennáll. A jegyzőkönyv vezetésére felkérném Virágné Bordás Erzsébetet. Napirendi pontra egyrészt a kiadottak alapján teszek javaslatot, viszont módosítási indítvánnyal élnék, plusz napirendi pontot kérek felvenni a napirendi pontok közé. Ezek alapján a plusz napirendi pont a Tari Olga Városi Könyvtár művelési, Tari Olga Művelési Ház Városi vagy Könyvtár Intézmény vezetői munkakörének és a könyvtár vezetőjének a megbízásáról szóló napirendi pont lesz pluszként. Az első napirendi pont a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, a második napirendi pont a egyes szociális ellátások helyi szabályozó szóló rendelet módosítása, a harmadik napirendi pont pályázatkiírás a központi konyha vezetői munkakörére, a negyedik napirendi pont beszámoló Mezőkeresztes Város környezetvédelmi helyzetéről, ötödik napirendi pont a helyi egyenlőségi program felülvizsgálata, hatodik napirendi pont önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa György út 2/1 szám alatti helyiség bértartása, hetedik napirendi pont 70. életévüket betöltött mezőkeresztesi lakosok támogatása, nyolcadik napirendi pont önkormányzat ingatlanra vonatkozó versenytárgyalás kiírása, kilencedik napirendi pont Mezőkeresztes Város Sportegyesület kérelme, tizedik napirendi pont önkormányzati tulajdonban lévő szennyvízvízi közművagyon tulajdonátadása, és a 12. napirendi pont akkor a Tari Olga Városi Könyvtár Művelődési Ház intézményvezetői pályázat kiírása, 12. napirendi pont pedig az egyebek napirendi pont maradt, aki ezzel egyetért kérem 10 perc után. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta a képviselő testület. Első napirendi pont tárgyalására kerül sor. Szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, elfogadása. Írásos előterjesztés kiadásra került. Írásos előterjesztésben szerepel, hogy a Mezőkeresztes Város önkormányzata igénylést adott be szociális célú tüzelőanyag igénylésére. Az igénylés a önkormányzat esetén 900 mázsa barna kőszínre vonatkozott. Megkaptuk a támogatási döntést, 604 mázsa barna kőszín támogatásáról kaptunk tájékoztatást, vagy értesítést. Megkapott és a támogatásként kiosztásra kerülő szociális tüzelőanyagra vonatkozó rendeletet kell megalkossuk. Háztartásoknak legfeljebb 10 mázsra biztosítható, illetve a korábbi rendeletünkben is megfogalmaztuk, hogy kik részesülnek előnyben. Ezt én most nem taglalnám, majd ezt meghagyom a Szociális Bizottságnak. A rászorulók részére 2023. február 15-ig osztható ki a szociális tüzelőanyag. Én hiszem, hogy ennyi lenne, amit összefoglaltam a előterjesztésként. Jegyzőt akarszolom, hogy nem. Akkor én át is adnám a szót a Szociális Bizottság elnökének. Felkérem dr. Hegedűs Mariant, hogy tájékoztasson a Szociális Bizottságon elhangzottakról, illetve a rendelettel kapcsolatos javaslatokról. Jó, rendben, köszönöm a szót. Hát sajnálattal vettük tudomásul, hogy ugye tavaly 1022 mázsa szenet tudtunk szétosztani, ami több mint 200 családnak volt elegendő, most viszont csak 604 mázsát kaptunk, hát ez gyakorlatilag a kicsivel több, mint a fele annak, amit tavaly kaptunk, így valószínűleg a támogatható családok száma is lényegesen kevesebb lesz. Arra jutottunk a bizottsággal, hogy ezt a legoptimálisabban úgy tudjuk megvalósítani, hogyha 4,5 mázsa barna kőszenet biztosítunk családonként, és akkor ez azt jelenti, hogy 134 családot fogunk tudni szénben részesíteni, és akkor a tavalyi meg az előző éveknek az egyfőre jutó jövedelmét, ha figyelembe vettük, akkor úgy látjuk, hogy 65 ezer forintos egyfőre jutó jövedelem lesz az a határ, ahol valószínűleg az alatt
ti családokat fogjuk tudni csak támogatni. Hát ez nekünk is nagyon nehéz, mert sokkal több családot szeretnénk támogatni, de sajnos ebből tudunk gazdálkodni. És akkor úgy gondoljuk, hogy a jövő héttől lehetne beadni a pályázatokat, és kereken egy hónap áll rendelkezésre, tehát november 25-én péntekig lehetne beadni a támogatásokat, aztán néhány nappal rá összeül a Szociális Bizottság, és szerintem már december első-második hetében akkor a Szenet ki is tudjuk osztani a rászorulók részére. És akkor ezekkel a kiegészítésekkel, akkor én így szeretném a rendeletet elfogadásra javasolni a képviselőtestület számára. Jó, köszönöm szépen. Más bizottságnak ügyrendbizottság. Jó, akkor ügyrendbizottság elnökének dr. Dózsa Györgynek is átadnám a szót, hogy teljesen a bizottság állásfoglalásában. Köszönöm szépen az előterjesztéssel és a Szociális Bizottság által elmondottakkal egyetértett az ügyrendi bizottság észrevételünk, nincs javasoljuk elfogadásra. Jó, köszönöm szépen. Testületi tagokat kérdezem, testületi tagság részéről a napirendi ponthoz, vagy a bizottság által elhangzott javaslathoz van-e hozzászólás, kérdés, javaslat, vélemény? Amennyiben nincs, akkor az marad, hogy a Szociális Bizottságnak a javaslata az egyrészt kiegészítette az előterjesztést, úgyhogy az kvázi ilyen értelemben módosító is, úgyhogy én azt fogom előterjesztésre javasolni, hogy amit a Szociális Bizottság úgy elhangzott és Szociális Bizottság által javaslatként megfogalmazott rendeletként rendeleti formában elénk terjesztett a bizottság, azzal, aki egyetért, majd arra kérem, hogy akkor azt jelezzék, mivel nem volt már most hozzászólás, akkor szavazásra is bocsájtom, aki egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság által javasolt formában elfogadja a szociális tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendeletet, kérem készfejlőtásra jelezze. Megállítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület a szociális tüzelő önkormányzati rendeletünket, a tüzelőanyag támogatásról. Második napi rendi pontot tárgyaljuk, egyes szociális ellátások helyi szabályról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Ez a napi rendi pont ez arról szól, hogy a 70 éven felüliek számára korábban ugye a támogatást automatizmus szerint is lehetett adni tavalytól, mert pedig már csak kérelem alapján. A kérelem az azt hiszem, hogy tavaly volt, vagy 4-5 oldalas, mert már nem tudom, de sok oldalas kérelem volt. A napirendi pont az arról szól, hogy az idősek számára minél egyszerűbbé tenni ezt a mechanizmust, mondtam én ezt a csúnya szót, vagy ezt a folyamatot, minél egyszerűbbé tenni. Úgyhogy a kérelmen, amit az időseknek ki kell tölteni, illetve idősek számára eljuttatunk, hogy a kitöltés céljából azon egyszerűsítettünk. Ez van a testület előtt, tehát az idősek számára minél könnyebbé tenni ezt a kérelmet, kérelmezést. Van-e hozzáfűzni való? A Szociális Bizottság elnökének, akkor dr. Hegedűs Mariannak átadnám a szót, hogy a bizottság is gondolom, hogy üdvözli az egyszerűsítést, de azért meg kívánom hallgatni, hogy mi a vélemény. Jó, köszönöm. Igen, azt gondolom, hogy lakossági igénynek, lakossági kérésnek teszünk eleget, tehát azt gondolom, hogy ezt elfogadásra javasoljuk mindenféleképpen. A Szociális Bizottság ülésén felmerült még egy pici kiegészíteni való, méghozzá az, hogy ha pont most a szociális rendeletet módosítjuk, akkor egy módosítást tegyünk már még bele, méghozzá azt, hogy látjuk azt, hogy az önkormányzatunknál köztemetésre csak néhány esetben kerül sor, de ugye az árak olyan magasak lettek, hogy már nagyon régóta 90 ezer forintos köztemetés már nem futja ki, és akkor úgy látjuk a gyakorlatból, hogy 150 ezer forintra lenne tanácsos emelni a köztemetéseknek az árát, a költségét, és akkor szerintem, illetve a Szociális Bizottság szerint ezt a módosítást is tegyük bele, hogy akkor a gyakorlat és a rendeletünk szépen összhangban tudjon működni. Jó, köszönöm szépen a javaslatot, elhangzottakat. Én majd a törvényességi szempontból itt mellettem jegyzőjük, aztán majd őt kérdezem, hogy ha
Ugye maga a napi rendi pont az erről szólt, az idősek, de lehet előjön, hogy a módosító javaslatkor. Megmondjuk, hogy belevesszük akkor a 150 ezer forintra a módosítását. Jó. Jó, Jerzy úr azt mondta, hogy technikailag ez megoldható, akkor rendben van, akkor bocsájtok a szabadzásra, tehát Jerzy úr megerősített, hogy mehet. A ügyeleti bizottság, jó, akkor felkérem dr. Dózsa Györgyöt, hogy a ügyeleti bizottság által elhangzottakról tájékoztasson minket a második napi rendi pont kapcsán. Tisztelettel bejelentem, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban is megtárgyalta az ügyrendi bizottság, és egyetértettünk az előterjesztéssel, és javasoljuk a képviselőtestületnek elfogadásra. Jó, köszönjük szépen. Testületi tagok részéről második napirendi ponthoz kérdés, javaslat, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsájtom a második napirendi pontot. Aki egyetért azzal, hogy az egyes szociális ellátások helyi szabályról szóló önkormányzati rendelet vagy a írásos előterjesztésnek megfelelő tartalommal, illetve a Szociális Bizottság által kiegészített tartalommal elfogadja, kérem készfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület a szociális ellátások helyi szabályról szóló 8/2021-es önkormányzati rendelet módosítását. Harmadik napi rendi pont megtárgyalása következik. Pályázat kiírása a Mezőkeresztes Város önkormányzat központi kormányzatai munkakörére. A napi rendi pont arról szól, hogy a vezetői megbízatás 2022. december 31-én lejár. A megbízott vezetőnknek a szükséges végzettsége középfokú végzettségként rendelkezésre, mint élelmezés vezető végzettsége van, csak nem felsőfokú, de viszont a jogszabály már megköveteli a felsőfokú, úgyhogy mivel a megbízatás lejár, ezért újból ki kell írjuk a felsőfokú képesítésre vonatkozó kiírásunkat. Erről szól a napirendi pont, Jezú, valamivel kialakodás, egész időt. Nincs. Jó, ezt melyik bizottsággal tól kell megkérdezzem? Ügyrendi bizottság. Jó. Akkor ügyrendi bizottság elnökét kérdezem dr. Dózsa Györgyöt, hogy a napi rendi ponthoz vélemény javaslata a bizottságnak hangozzon el. Az ügyrendi bizottság ezt a napi rendi pontot is megtárgyalta, és az előterjesztéshez képest annyi bejelenteni való lenne, hogy egyetértünk az előterjesztéssel, de pontosítottuk a pályázat benyújtásának határidejét, amelyre úgy gondoljuk, hogy december 1-jéig adjunk rá lehetőséget, az egy hónap, és onnantól számítva megint egy hónap, adjunk arra, hogy január 1-jéig kelljen benyújtani a pályázatot. Egyébként az előterjesztéssel egyetértünk, és javasoljuk elfogadásra. Jó, köszönöm szépen. Testületi tagság részéről kérdés, hozzászólás, napi rendi pont. Nem jó a végső dátum? Nem, bocsánat, ha nem jól hallottam, azt mondja, a pályázat benyújtásának határideje január 1-je. Nem, december 1-től tölti be. Utolsó mondatában. Nem, bocsánat. De összemosódott a két mondat, tehát hogy december 31-ig a testületnek dönteni kell. Igen, az a döntési határidő. Január 1-ig addig dönteni kell, december 1-ig pedig a kérdés. Dönthetünk december 13-án is, mert ez is január 1 előtt van. Igen, van. Tehát december ülésen dönteni kell. Igen, igen. Jó, van-e még egyszer kérdés részvételre a napi rendi ponttal kapcsolatban? Nincs, akkor szavazásra bocsájtom. Aki egyetért azzal, hogy a Mezőkeresztes Város Önkormányzat központi konyha vezetői munkakörére történik pályázati kiírást, a mellékelt tartalommal az ügyrendi bizottság kiegészítésével kiegészítve a határidők vonatkozásában, aki így ebben a formában a kérdészítésekkel együtt elfogadja, kérem készfelnyújtásra jelezze. Megállapítom, hogy
Így igen szavazattal elfogadta a Mezőkeresztes Város Önkormányzat képviselőtestülete a Mezőkeresztes Város Önkormányzat központi konyha vezetői munkakörére való pályázati kiírást. Negyedik napi rendi pont, beszámoló Mezőkeresztes Város környezetvédelmi helyzetéről. Itt előadó jegyző úr az előadó a napi rendi pontnak, úgyhogy én itt nem is venném el a szerepet, úgyhogy rögtön át is adom a szót jegyző úrnak, hogy akkor a napi rendi ponttal kapcsolatban, amit gondol, mondja el szóba, és akkor utána jönnek a bizottsághoz. Az a tavalyi év vitájára készült, azzal egészíteném ki, hogy a tavalyi évben volt ilyen Pollen szülés, a Miskolcra jöttek két alkalommal is, és hát a szennyezettséget, a lépő szennyezettséget ilyen mérsékelten károsnak megállottam, mint pedig egy ilyen közép által szinten volt a Pollen mennyisége. Nagyon a többi, az, hát az útállapotát, az utakállapotát segítettek. Az, hogy több utat a pályázatból fel lett újítva, aszfaltos lett. A többi az a tavalyi évhez hasonlóan történt. A hulladékszállításban változás nem történt, megjelentik. Talán majd a jövő év júniusától lesz, hogy azt is állami kézbe veszik. Köszönöm szépen! Bizonyos bizottságnak kellett, hogy esetleg van önnek is egy nem. Vagy egyiknek se kellett, mert ez csak ilyen beszámoló. Jó. A beszámolóval kapcsolatban akkor én még annyit elmondanék, hogy az idén aszfaltozásra majdnem egy kilométer út került Mezőkeresztesen, úgyhogy mondhatnám, hogy a idei évben a korábbi évekhez képest a majdnem a legnagyobb úthosszúságú útfelújítás történt. A lakosság felé meg annyit szeretnék még így mondani és tolmácsolni, hogy aki esetleg nem nézte a korábbi képviselőtestület üléseket, az önkormányzat képviselőtestülete döntött további utak felújításáról, ez az úgynevezett top pluszos pályázatokban benne van. Ez újabb, több mint egy kilométernyi útszakasz lesz majd a jövőben, hogyha megkapjuk a támogatást. Ugye itt a Kolozsvári útról döntöttünk annak idején, azt hiszem Püspöki, mert a Nagymihály útnak a vége, Rózsa utca, a Arany János utca egy szakasz, a Kinizsi utca, ami kijön a hivatal melletti szakasz, ez a nagyon csepegubás szakasz. Nem tudom, hogy mely útszakaszt hagyom ki esetleg, de ugye testület között további szakaszokról is. Ami lakosság részéről hallottam és tudván tudjuk, hogy van két nagyon rossz útszakaszunk, az egyik a Batthyány utca, másik pedig a Zatolga utca. Batthyány utcának a felújításhoz mindig hangoztatom, hogy az a problémánk, hogy önmagában most már körülbelül ott van, hogy 60 millió forintba kerül csak a Batthyány utcának a felújítása. Ja igen, a Lóráki meg a Bartók Béla is benne lenne abban a pályázata. És a Attila utca is most már ott tart, hogy közel 30 millió, tehát 28 millió forint, ahogy felmérettem a Attila utcának is a felújítási szükségességét, vagy költségét. Ezekre az utcákra is majd keressük a megoldást, de ezek fajlagosan a legmagasabb költséggel felújítható utcáink, az Attila és a Batthyány. Én majd jövőben megpróbálunk erre is megoldást keríteni, de ezek nem szerint problémák sajnos a Batthyány utca és az Attila utca. Nekem ennyi lenne az utak állapotával kapcsolatos kiegészítés, a többi utcánál pedig azt mondom, hogy folyamatos. Amit esetleg a lakosok vagy érzékeltek, vagy nem, a útépítésen kívül teljes kátyúzás történt a Vasút utcába, a Mezőkeresztesen az teljesen ki lett kátyútalanítva, a Kassai utca lett teljesen kikátyútalanítva, és a Deák Ferenc utca, tehát ez is az idén történt, tehát az idén elég
jelentős mennyiségű útszakasz és utca lett, mondjuk úgy, hogy vagy új burkolattal, vagy teljes kátyútalanítással rendezve mezőkeresztesen. Van egy kérdés hozzászólás a napirendi ponthoz? Dr. Hederős Mariannak. Én azt szeretném megkérdezni, hogy az olajfúró kútnak van-e valamilyen környezetvédelmi hatása? Tehát az is már lassan egy éve, vagy nem is tudom, egy szűk egy éve, de működik. Hát ott a környezeti hatás, azt mondhatnám úgy, hogy a bányakapitányság engedélyezte, tehát ugye meg koncesziós jogot kapott a magyar államtól, hogyha ezek a, mondjuk úgy, hogy szervezetek engedélyt adtak, akkor hatósági szempontból biztos, hogy rendben van. Én magam többször jártam arra, egyébként az üzemeltető cég vezető igazgatójával most igazából ebben a hónapban, az október 12-én volt, igen. Nem 13-án volt, de most volt. Tehát akkor tárgyaltam, beszéltem, úgyhogy ők egyelőre, én azt látom, hogy olyan környezeti hatást, nem terhelést nem jelent itt számunkra, meg a települések csincsen a mezőkeresztes számára, hogy akár lakossági vagy önkormányzati oldalról kellene benne intézkedünk végig. Jó, van-e más kérdés? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom, aki egyetért azzal, hogy a 4. napi rendi pontban szereplő mezőkeresztes város környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalt a képviselő testület és a beszámolót elfogadja, kérem tisztelnyomással jelezze. Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal elfogadta a képviselő testület mezőkeresztes város környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolót. A 5. napi rendi pont megtárgyalása következik, helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata. A írásos előterjesztésben is szerepel, hogy 2018-ban készült el az a helyi esélyegyenlőségi program, amelynek a felülvizsgálatát most megtesszük, illetve az önkormányzat elé van terjesztve, egy képviselőtestület elé. 2 évente kell felülvizsgálatot végezni a helyi esélyegyenlőségi programoknál. A idei évben a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatával kapcsolatban fórum lett összehívva a helyi érintett szervezetek, intézmények, mondjuk úgy, hogy akár a idősek, akár a fiatalok terén kapcsolati rendszerrel bíró, mondjuk, hogy hatóságok is, éppen családvédelmi, gyermekjóléti szolgálat, gyermeki feladatokat ellátó rendőrség, az iskola ugye értelemszerűen igazgatóasszony meg volt hívva, tehát adott szakmai körbe átbeszélésre került, illetve a felülvizsgálat alatt megtörtént. Felülvizsgálattal kapcsolatban elhangzottak javaslatok, vélemények. Ezek a javaslatok, vélemények kell egybefoglalt helyi esélyegyenlőségi programban eléterjesztve a testület elé. Erről kell majd álláspontot, illetve véleményt formálni. Van-e még egy, amit kiemeljek? Fazekas László volt a program referensünk, ezzel kapcsolatban nyilvánított véleményt, és az volt csak a kérése, hogy legyen pontosan meghatározva a határidő, hogy 2023, akkor az augusztus 30 legyen, augusztus 15, egy pontosítást kér. Egyébként elfogadásra javasolta a testületnek jövőre, úgyis egy újat kell készíteni. Ez most egy utolsó ilyen módosítás lenne csak. És elfogadásra javasolta a testületnek.
lényeg. Mindenki megkapta egyébként e-mailben, és a dörgetőkkel volt megjelölve a pontosítás, mert elég hosszadalmas, ilyen 150 oldalas anyag volt, hogy majdnem akkora, mint a háború és békekönyv. Jó, köszönöm a jegyző úr kiegészítését. Szociális bizottság elnökének átadnám a szót, mert nekik talán ezt biztos, hogy kellett tárgyalni. Úgyhogy felkérem dr. Hegedűs Mariant, hogy a bizottságban elhangzott véleményeket, észrevételeket köszönje, illetve tájékoztasson róla. A Szociális Bizottsági Szép Egységes Szerkezetű kiváló hepnek találta, úgyhogy elfogadásra javasoljuk. És hát gratulálunk annak a dolgozónak, aki ezzel olyan sokat dolgozott, mert azért ebben sok háttérmunka lehetett. Köszönjük, majd egy zúr tolmácsolja, mert úgyis a ő beosztottai a hivatalba dolgozó. Jó, köszönjük szépen. Más bizottságnak nem kell tárgyalni. A testületi tagok részéről van a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban észrevétel, javaslat, kérdés? Nincs. Akkor én úgy teszem fel szavazásra a napirendi pontot, hogy aki kiemelném a Szociális, vagy a Szociális Bizottságnak is, hogy ők is foglalkoztak vele, és dolgoztak, és tárgyalták. Akik a Szociális Bizottsággal egyhangúan úgy gondolják, hogy elfogadjuk a előterjesztésben szereplő helyi esélyegyenlőségi programot, kérem kézfeljutással jelezni. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadtuk a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát, illetve módosítását. A 6. napi rendi pontra térünk. Önkormányzat tulajdonában lévő Mezőkeresztes Dózsa György utca 2/1 szám alatti helység bérbeadása. Ez az üzlethelység az üzletsornak a legelső egysége, amiben volt már falatozótól kezdve, azt hiszem ruhás, turkáló, vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani. És megüresedett, pályázatot írtunk ki, a pályázatra jelentkező volt, nem tudom, ilyenkor szabad a nevet mondani, vagy inkább még nem szabad a nevet mondani. Itt van. Tudom, nekünk itt van a még. Csak még. Jó, tehát Gál Varga Bettina beadta a pályázatát erre az üzlethelyiségre. A javaslatban az szerepel, hogy amit a képviselőtestület elfogadott bérleti díjként a 1000 forint per négyzetméter plusz áfa összeg van a határozati javaslatban, helység bérleti díjaként határozatlan időre szól a bérlés, és részemről ennyi, amit így hirtelen elmondanék az előterjesztés, hogy 45 négyzetméter az üzlethelység mérete. Volt benne egy kis apró, fogalmazunk úgy, hogy javítási szükségesség a ingatlanba, az üzlethelységbe, itt még a kivitelező részéről éppen úgy volt, hogy fennáll, nem áll fenn az ilyen kötelezettség, ez a garanciális kötelezettség, igen, ami a kivitelezés után 24 hónapig szokott fennállni, de a vége az lett, hogy jött a kivitelezés, még megcsinált a garanciálisban a szükséges javítást a épületen belül, úgyhogy egyelőre ennyit, amit ez a napirendi porthoz én még kiegészítésként hozzáfűznék. A bizottságok közül melyiknek kellett tárgyalni? Nem, jó, akkor az időpontokat.
Jó, testületi tagságot kérdezem, hogy a napirendi ponthoz kérdés észrevétel javaslat van-e? Amennyiben nincs, akkor az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásán teszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy Mezőkeresztesváros önkormányzat képviselő testület az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőkeresztes Dózsa György út 2/1 számalatti 45 négyzetméter területű helyiséget Gál Varga Bettina kérelmező vagy pályázó számára bérbe adja azokkal a feltételekkel, hogy 1000 forint per négyzetméter plusz száfa összegben a bérlő a jogviszony megszűnését köteles, vagy követően köteles a helységet eredeti állapotban visszaállítani, illetve a képviselőtestület felhalmozza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, aki ezzel egyetért kérem készfelnyújtásra előzni. November 1-től, aki ezzel egyetért, akkor meg egyszer mondom, készfelnyújtással, de már meg, mert igen, 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestet. 7. napirendi pont megtárgyalása következik. 70. életévüket betöltött mezőkeresztesi lakosok támogatása. De ez a második napirendi pont kapcsán annyiból érintve volt, hogy itt az arról szólt, hogy segítsük őket a kérelem történetében, hogy minél egyszerűbb legyen. Itt pedig már arról szól, hogy akkor szeretnénk az idős lakosait, vagy időskorú lakosait Mezőkeresztes településnek segíteni, támogatásban részesíteni a korábbi évekhez hasonlóan. Azt hiszem, hogy 2020-ig nem kellett kérelmet kérni, akkor automatikusan tudtuk ezt biztosítani, 21-től pedig ezzel a kicsi procedúrával, vagy problémának kínő közbe iktatott történéssel, hogy kérelmet kell beadni ezzel kapcsolatban, vagy ehhez kötődően. A napirendi pontban az szerepel, hogy személyenként 2021-ben 5000 forint volt a vásárlási utalvány összege, amit megkaptak a 70 éven felüliek. A idei évre legalább ezt az összeget, én az a baj, most így kimondom, hogy itt van ez a nehéz helyzet, amivel a tévében és napi szinten szembesülünk, hogy a áram, meg az energiaköltség. Úgyhogy a szociális keretterhére viszont ez úgyis arra, mert a szociális keretterhére pedig ezt ki tudjuk tovább is fizetni, úgyhogy ennyiből nem kell úgy problémával szembesüljünk. A feladatfinanszírozás összegében, amit támogatásként megkap az önkormányzat, abban az bőven belefér ez a 5000 forintos összeg. Ha majd más lesz a javaslat, esetleg, akkor majd azt megbeszéljük, vagy megmutatjuk, ha nem, akkor pedig én, tehát ez az összeg, ez tovább is belefér a szociális feladat finanszírozás keret összegébe, a előirányzati összegébe. Van más, amit odaksz? Akkor nincs, akkor ezt a Szociális Bizottságra, igen. Akkor felkérem dr. Hegedűs Mariant, a Szociális Bizottság elnökét, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a bizottság álláspontjáról adjon tájékoztatást. Jó. Hát a Szociális Bizottság ülésén mi örültünk, hogy legalább ezt a 5000 forintot biztosítani tudjuk, hiszen egy óra korábban beszéltük, hogy elég szűkös a keret, és hogy itt, de most a mondatod egy kicsit olyan, tehát, hogy a Szociális Bizottság az 5000 forintot javasolja elfogadásra, hiszen mi eddig terjeszkedhettünk, de a félmondatodban volt valami kedves előrejelzés. Ha van más javaslat, akkor megmutatjuk, de a elnézést, hogy így gyorsan átvettem, vagy visszavettem a szót. Tehát amit én, ahogy kezdtem az én előterjesztésemet, vagy a szóbeli kiegészítésemet, a feladatfinanszírozás, amit kapunk minden évben a szociális feladatok ellátására, az 5000 forintot az biztosan tudjuk nyújtani továbbra is. A idősek 70 éven felettiek számában van egy 20 fős növekedés körülbelül a tavalyihoz képest. Ez még nem számolt erő,
És a szám fő? 20. A korábbi évben 411 néhány fő volt, tehát azt mondom, hogy egy-kettővel többen léptek be a 70-edikbe, és mint amennyien elváhoztak, és akkor így ugye növekedett a 70 éven felülieknek a létszám egy 20 fős nagyságrendben. De tehát a 5000 forint ettől függetlenül belefér. A 6000 forintnál az azt mondanám, hogy én is, tehát akkor biztos, hogy a pénzügyi bizottság vagy pénzügyi oldalról számításokat kellene végezni. Ha ez előbb jött volna, erre utaltam, hogy én nem tudtam, hogy esetleg bemenjen, ha nem, akkor az 5000 forint az biztos, hogy úgy, ahogy tavaly az idő is tudjuk, és már így mondom, hogy elő van készítve a utalványok megrendelésen alapot. Mert ahhoz, hogy megkapassák az idősek, ahhoz már novemberben meg kell. Hát, az a másik, amit úgy tájékoztatásként mondok, pont november 1-ével emelik a utalványok folyósításának a díját, tehát hogyha november 1 előtt megigényeljük, akkor még talán, és akkor a döntés alapján ugye azt mondja most a testület, hogy igen, 5000 forint, akkor akkor én kiadom, vagy egy zúr, kérdez az utasítást a mai nap, hogy akkor még rendeljük meg, akkor még talán még alacsonyabb költséget tudjuk, mint november 1-et követően. Na ennyi, ez ilyen kiegészítő információkkal jól elláttuk ezt a napi rendi pontot, úgyhogy van-e még valakinek kérdése a napi rendi ponthoz? Amennyiben nincs, akkor a bizottság javaslatát terjesztem elő, meg az eredetit, tehát aki egyetért azzal, hogy a Mezőkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete a 70 éve, 70. életévőket betöltött mezőkeresztesi lakosok támogatásáról aként dönt, hogy mezőkeresztesi lakhelyjel ennek hiányában életviselőszerű bejelentett tartózkodási helyen, élés helyen rendelkezik, és 70. életévét betöltött személyeket a költségvetésben rendelkezésre álló keretterjel karácsony előtti támogatásban részesíti a képviselőtestület, illetve a támogatás összege személyenként 5000 forint, amelynek kifizetése vásárlási utalvány formájában történik, és a képviselőtestület felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot a támogatás előkészítésére és megbonyolítására, aki ezzel egyetért kérem készbenyújtásra előre. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület a 74 életévőket betöltött mezőkeresztesi lakosok támogatását. A 8. napirendi pont megtárgyalása következik. Önkormányzati ingatlanra vonatkozó versenytárgyalás kiírása. 8. napirendi pontban szereplő ingatlan a Dózsa György út 47 per A alatti ingatlan. 1710 per 4 helyrejzi számmal, a korábbi testületi üléseken erről a ingatlanról már többször tárgyaltunk, többször volt napirendi pont témája. A mai napi előterjesztés már arról szól, hogy írjuk ki magát a ingatlant úgymond versenytárgyalásra, hirdessük meg eladásra. A eladással kapcsolatban a előterjesztésben szerepel, hogy 38 millió forintra lett értékbecsült, illetve elkészült egy értékbecslés, melyben 38 millió forintban határozta meg az értékbecslést végző cég, szervezet a forgalmi értékét az ingatlannak, a piaci forgalmi értékét. A előterjesztésben szerepel az is, ami korábban már úgy előjött a egyeztetések során a testület előtt, hogy ez az ingatlan, ez a polc szolgáltató házunk, melyben van 4 lakás és 2 üzlethelység, együtt került értékbecslésre a 6 egység,
mert hogy nincs megosztva helyrajzi számilag külön lakásokra, illetve üzlethelyiségekre. A külön lakásokra, üzlethelyiségekre való megosztása, mint társas ház, annak is utána jártunk jegyzőre. Árajánlatot kértünk, az árajánlatok közül a legjobb ajánlattevő a jobbágy ügyvéd úr volt, és a ő vele, hogy kell mondani, ilyen társ kapcsolatban lévő geodéta, nem geodétának kell nevezni a hölgyet, azt hiszem, igen, és akkor a Jobbágy Károly és a vele kapcsolatban lévő geodéta hölgy, ilyen összesítve nagyságrendileg 500 ezer forintos ajánlatot tett, tehát 410 és maximum 100 ezer forint, ezt mondta az ügyvédi költség. Volt olyan ajánlattevő, aki közel 1 millió forintot gondolt ezért kérni, úgyhogy az övék a legkedvezőbb. Az van itt előterjeszt, illetve név nélkül van előterjesztés, csak én most kimondtam, hogy ki a ajánlattevő. A ingatlannal kapcsolatban korábban felmerült, hogy akár egy összegű ajánlati szándék is volt, az ajánlati szándékkal bíró szemét én felírtam, ezért keresztesítő lapot, és újból azt mondta, amit már korábban, hogy fenntartja azt a álláspontját, amit nekem ezt megrőzően mondott, hogy ő már letett a vételi szándéktól. Tehát ő nem veszi meg az ingatlan, mert már keresztesen vett több más ilyen önálló lakássocskákat, a házakat. Az ingatlanban azt mondta, hogy majd legfeljebb akkor, hogyha meg lesz osztva, ha oda jutnánk egyszer, és egyenkénti vásárlás lehet, akkor esetleg az egy-egy lakás üzletnek a megvásárlásába akkor lehet gondolkozik, az egész, de már nem. Ez amit így én szóbeli kiegészítésként tennék meg. Melyik bizottságot kell felkérni? Pénzügyi kell felkérni, jó. Akkor felkérni a pénzügyi bizottság elnökét, Bárcsi Dászlót, hogy a napirenddel kapcsolatos bizottsági állásfoglalásról adjon a tájékoztatást. A pénzügyi bizottság, hát hosszasan beszélgettünk róla, alapból azt támogatjuk, hogy értékesítsük ezt az ingatlant, és ugye egy összegűt, ezt irányáron, mert nem tudjuk, hogy a piac jelen pillanatban mit fog reagálni, lesz-e rá, milyen érdeklődők lesznek, viszont ha nem tudunk egyben adni az ingatlant, mindenképp indítjuk el a külön értékesítést, akár ezen az állapotásosság és a társasházán nyilvánítás, ugye az egy hónap az elegendő arra, úgy gondoljuk, hogy egyen lássuk, hogy milyen érdeklődés nyílik az ingatlan iránt, és annak függvényében tovább, vagy társasházként egyesével, vagy pedig még meglátjuk, hogy mit tudunk. Mert ugye az a baj, hogy a pályázati lehetőségek nagyon zártak, szűkösek most, hogy esetleg saját magunknak továbbra tudnánk hosszú távon gondolkozni. Egyelőre ezt a javaslatot támogatjuk, és utána meglátjuk, hogy hol után folyam tovább. De az irányáron, mert ugye most nem tudjuk, hogy ezt nem tehetjük fixárnak, mert ugye nem tudjuk, hogy a piac mit reagál. Jó, köszönöm szépen. Annyi, hogy még a pénzügyi bizottság határozza már meg a beérkezés, a pályázat beérkezés határidejét. November 4-a legyen. Hát november végén. Hát akkor a 30-a körül. November 30, és akkor a licitálás is az. Akkor 9 óra. Vagy 20-val, vagy nem tudom, hogy már a szombatosának. Jó, akkor jó. 25-e péntek a szociális szén, akkor azt tudjuk, hogy péntek. Akkor legyen ez is péntek. Akkor legyen ez is péntek. 25-e 9 óra a beérkezés határidő. És 9.30 a licitálás, ha november mi lesz. Igen. Igen, az péntek.
Ez péntek. Ez kerek egy jó, akkor érzékeljük azt, hogy a... Nem kell. Ott kell. Én veszek ott, jól. De pont ez, hogy Lacinak akkor munkából el kell tudni. Nem, neked jó a pénz. Vagy délután jó, neked esetleg jobban. Jó. Nem lesz akkor a péntek, hogy mit ez rása? Jó. Hát ebben utána tegyük akkor. Hát tegyük, hogyha neked nem jó volt délelőtt. Hát ha neked, amelyik időpont jól lehet. Délután volt a hét, és akkor neked. Akkor délután? Nem délután, de az már késő, mert nekem az 4-ről 4 sivatal, maradjuk a délután, és van ilyen többi időtőzés. Hát ahogy akarod. De ez csak a bizottság kell a három. Hát de mi az, hogy ő érdemes. Tehát, hogy ő tagja a bizottság. Akkor 4 óra, akkor 4 óra. Ami nekem még szóban nem hangzott el, de felállítunk egy bizottságot, igen, a bizottságot, ami javaslat szerint Dr. Dózsa György és te lennél a bizottságba, és ezért kérdés, hogy te személyed, tehát hogy ott tudsz elegni, vagy nem tudsz elegni. Megvan valamit, hogy de aztán, hogy legyen délután, akkor 4 órát, ez nem történetes. Vagy az is egy logikus dolog, hogy tudod, utána a szociális bizottság dönt a szociális szénről, mit tudom én, kedden vagy szerdán, és akkor, hogy egy napodba kerüljön csak, akkor először a bontás, utána a bizottság ülése, és akkor egy nap alatt megvan mind a kettő. Akkor ez is a bizottságére úgyis ott kellene, akkor a bizottság ülés milyen dátumon van. Az nincsen még nekünk, csak hogy pont ezen a héten, pénteken 25-én, ha pont 30-ára teszitek, akkor majd a szociális bizottság ülését is 30-ára tesszük. Akkor maradom 29. Jó, akkor jegyződ a dátum, amit itt megállítottál, az 5-ös. Beérkezett a határidőr maradt 25, nem? Ugyanis 29. A beérkezési határidőr maradt. Ez lehet, hogy ez a nap, nem? Lehet, hogy 29. Az is 29. Hát akkor 9, az is a bortás, és akkor utána meg. Az legyen, hogy 9-ig érkezzen be, aki be akarja küldeni 29-én, és akkor a bontás meg majd. Akkor utána, ezt délután van, ezekkor összeültük. Hát egy fél óra múlva lesz, 9.30-kor. Na hát akkor nem délután, hanem utána egy fél óra múlva. Jó, akkor megvannak a dátumok is, jó. Akkor viszont most mondom ki, hogy szavazásra bocsájtom. A napirendi pontot, aki ezzel egyetért azzal, hogy verseny tárgyalási felhívást írjunk ki a Dózsa György utca 47/A-szám alatti ingatlanra. A most elhangzott, akkor úgy mondom, hogy képviselőtestületi módosító indítványjal, mármint hogy a dátumok vonatkozásával 2022. november 29-e 9 óra a beadási határidő a felhívás ajánlattételére. Vagy a ajánlattétel beadási ideje, a bírás, vagy a licitálás ideje, az pedig 9 óra 30 akkor bontás. Jó, akkor ezzel egyetért kérem kész felnyújtással jössze. Két igen szavazatra elfogadta a képviselő testület, az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőkeresztes Dózsa György utca 47 szám alatti ingatlanra vonatkozó versenytárgyalási kihívása. Nekem annyi kérdésem van, hogy az előterjesztésben úgy van, és ezzel egy idejűleg, de akkor ezzel egy idejűleg nem kezdjük nem. Meg, azt hanem arról utána. Nem beszéltünk. De az előterjesztés tartalmazza, hogy ezzel egy idejűleg, de hogy azt tulajdonképpen nem tenni a szavazást, hanem akkor addig nem. Megvárjuk és utána. Mindjárt, hogy lássuk, hogy mi a kérdés. Itt csak le van írva, hogy mi van, ha.
Nem, igen. Szerintem, de igen, tehát ha nem kapunk ajánlatot, majd utána kell valami karmodat tenni. Akkor mi döntünk arra, hogy az egy oldalon megvárjuk, és utána kérjük. Majd akkor megvitatjuk, mert annak szerintem sem értem. Mondom, akkor ez is jöjjön ki szóra. Mit csinál az egyenként? Jó, majd elérkezünk ahhoz a ponthoz, mert akkor azt megbeszéljük. Így van. Jó, akkor mehetünk a következőre. Én a egyebekben szeretnék tájékoztatásokat adni, de ahhoz nekem kellene majd, hogy Szerdákon egy hosszú információkat. A szünetet tartanék, de akkor elég a egyebek előtt, ugye? Igen, a igen. Igen. Jó, akkor az egyebek előtt fogok szünetet tartani, akkor addig haladunk tovább, akkor a 9. napirendi pont következik, Mezőkeresztes Város Sportegyesület kérelme. Itt a elmúlt időszakban történt olyan, hogy a önkormányzat is, meg a sportegyesület is adott be úgymond ilyen fejlesztési támogatási kérelmeket, meg igényeket. A sportegyesület az világítás, korszerűsítés, fejlesztés, öntözőrendszer kialakítása, stb. Stb. Vagyis a stb. Hát végülis öntözőrendszer meg világítás. Kialakítása az öntözőrendszernek annyira nem, de a világításnak hálózat fejlesztési, bővítési igénye volt. A épületben azt hiszem, hogy csak nem tudom, 16 amper volt, és akkor 3x 32, nagyon nem jól szoktam tudni ezeket a mennyiségüket, meg mértékeket, de azt hiszem, hogy 3x, igen, de akkor jól mondom, ugye? 1x32 volt, és 3x32, azért van, ez fejből mondom most ezeket, 3x32 amperre kellett fejleszteni, bővíteni, és a 3x32 amperes hálózat fejlesztésnek a igényes szükségességeit azt jelezte felém, én pedig mondtam, hogy hát egyelőre azt rendezzék már és fizessék, de ugye a kérelmükben is szerepel, megjelezték, hogy egyébként ez ott marad a ingatlanunknál innentől kezdve örök időkre, és akkor ugye mint a tulajdon az a miénk, az ingatlan, az kötődő hálózat vagy villamos ellátás fejlesztés, az pedig ugyanúgy a épületben marad, mint fejlesztés. Ennek apropóján ő által kifizetett hálózat fejlesztési összeg 317 ezer forintnak a hozzáerülési összegnek a kifizetését szeretnék kérni a önkormányzattól, hogy kapják meg. Úgymond kvázi, mintha egyébként mi fizettük volna ki a saját tulajdonunkra ezt a hálózat fejlesztést. Mert hogy addig, amíg a beruházás ne álljon meg, addig nekik muszáj volt ez gyorsan a tervek, meg nem tudom én, a Tóczolit csinálta egyébként, és a Tóth Zoltán járt közben az Émásznál, és Tóth Zoltán mondta, mint vállalkozó, hogy amennyiben ez nem kerül kifizetésre, akkor maga a fejlesztés sem fog, illetve megáll. Ha pedig megáll a fejlesztés, az meg utána majd lesz egy ilyen naperem hozzátelepítés is, akkor azt is megfogja. A naperemet, illetve épületenergetikai fejlesztést, azt meg párhuzamosan mi adtuk be az önkormányzat. Ott már támogatással, mert ez is kezd lenne a egyedekbe, tehát hogy erről is szót szólnék, tehát hogy mire kaptunk támogatásokat már. A sportöltöző épületenergetikai felújítására, fejlesztésre nyertes támogatással bírunk. Egyébként a mi pályázati támogatásunkat is úgymond megfogta volna ez a történet, tehát hogyha itt nem kapjuk meg, vagy nem adják meg a hálózatfejlesztési hozzájárulást, akkor
akkor a másik vonal a napelemnek a fejlesztése, mint kérelem, az is megáll, vagy megállt volna, az pedig mi adtuk be. Tehát a napelem meg épület energetikai fejlesztésétől az épületnek. Még egy kis kiegészítés, ez már tényleg nem volt benne a illetős előfejlesztésben, ezt én egészítettem ki a saját pályázatunkkal is, hogy ez is van párhuzamosan, a úgynevezett TAO-s pályázatokkal, amit meg a sportegyesület adott be, azzal párhuzamosan. Részemről ennyi, amit gondoltam, aztán majd ha jön kérdés, hozzászólás, akkor lehet még én is fejteszem, ami eszembe jut, és még kiegészítem. A bizottságoknak ezt nem kell tárgyalni. A testületi tagság felé teszem fel, van egy kérdés ezzel kapcsolatban. Dr. Dózsa Györgynek adom a szót. Tisztelt képviselő testület, kedves polgármester úr, volna egy kérdésem, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a múltkor testületi ülésen ugye szóba került, hogy milyen elgondolása, terve, programja van város vezetésének arra, hogy ebbe a mostani energiaproblémás helyzetben hogy vagyunk, meg hogy nem vagyunk, és akkor annak itt az egyik tétele az volt, hogy polgármester úr példálózónak, hogy itt kapcsoljuk le a világítást, ott nem lesz a bicikli úton, meg nem tudom, hol, miket csinálunk. Azt gondolom, hogy elég nehéz helyzetben vagyunk, mert egy kerek történet hangzott el a polgármester úr kiegészítésével most, de mégis én azt hiszem csak akkor tudnék erre válaszolni, vagy dönteni pozitív értelemben. Egyébként hozzáteszem, hogy beszéltem Palatics úrral elég hosszan, és elmondtam, hogy nehéz helyzetben van a képviselőtestület, mikor ha az egyik napirendi pontnál arról fogunk dönteni, hogy hol fogjuk vissza a lovakat, és mit csinálunk, akkor közben meg arra szavazunk, hogy erre meg hajrá. Én értem, hogy hosszú távra, meg izé, de na, a lényegében, ha röviden akarnám mondani, akkor kérdésem az, hogy akar-e a közeljövőben, akármikor polgármester úr olyan előterjesztést tenni, hogy a világításon hol spóroljuk. Mert ha utána az lesz, hogy most itt adunk a világításra pénzt, van-e, és utána pedig mit csinálunk. Most azt én nagyon jól értem, hogy remélni kell, hogy minél hamarabb véget ér a rossz időszak, és próbáljuk menni előre. De bírjuk-e? Ezért gondolom, hogy összefügg a kettő. Tehát akarsz-e olyan előterjesztést tenni, hogy közben ne világítsunk, de közben meg világítással fejlesztésre, amit egyébként nem tudom, hogy mennyire tudja kigazdálkodni a sportegyesület, vagy mennyire tudunk akkor, amikor majd azzal kell foglalkoznunk, hogy a éves támogatását majd a civil szervezeteknek és benne a sportegyesületnek is, hogy tudjuk kezelni. Tehát, hogy most kell-e ebbe lépni, azzal össze tudjuk-e kapcsolni, tehát ez azt hiszem, hogy elég bonyolult kérdés. Köszönöm szépen. Jó, megjegyzem a választ, átadom a szót, vagy Marika is, hogy tegye fel a kérdését, mert hát olyan azért, hogy bár együtt nem válaszol. Nem kérdést akarok feltenni, hanem értelmezni ezt az egészet, mert én úgy gondolom, hogy nem világításra adunk pénzt, ha adunk, hanem egy hálózat kiépítésére adunk pénzt. És ha jól értettem, akkor ilyen szándéka volt az önkormányzatnak is, csak a pályázat, nem tudom, hogy nem lehetett beadni, vagy nem nyertünk. Nekünk energetikát lehetett beadni, de majd válaszolni. Igen, tehát hogyha az önkormányzat ezt akár meg akarta valósítani, akkor neki is ugyanúgy ki kellett volna fizetni ezt a hálózati díjat. Függetlenül attól, hogy az egyik támogatások az szerintem egy teljesen más külön kategória, meg ez egy külön kategória. Meg ha jól értettem, hogyha ők ezt nem csinálják meg, és mi jövünk a napelemekkel, akkor meg kell nekünk ezt csinálni. Ugyanúgy, és akkor már eleve ezért fog tegyük a másikat, mert párhuzamosan zajlott, és ugye és azért sem látok ellenmondást, mert egy kiépített hálózatfejlesztésnek a díját kell most nekünk kifizetni, vagy kellene támogatásba odaadni. Ettől függetlenül lekapcsoltathatjuk majd a billentyűt, takarékoskodjunk. Mindjárt ez, és itt leírta a Nemecsetelte, Én tudjátok, hogy ha nem vettétek eddig észre, én a sportot maximálisan támogatom, akár intézményi szinten, akár városi szinten is.
de azért mindig úgy meggondolom, hogy tényleg ennyi pénz csak nekik. Azért ilyenek felvetődtek, de most megmondom őszintén, hogy nem vetődött fel, mert duplájára emelkedtek a teremvérlési díjaik. Jó. Csak ennyit. Átadom Pádi Csillászlóban a szót. Én ugyanezt szeretem, hogy Marika mondott, akkor mással azt mondja, hogy mi most nem a világítás, mi most egy fejlesztés. És arról nem beszélve, hogy én úgy értesítem, hogy a vezetékek ott vékonyra rossz vezetékek voltak, hogy most túlterhelik a házat, hogy leég a mi tulajdonunk ég, nem az ő tulajdonunk ég le, hanem milyen. Ugye már az elektromos tűz a legrosszabb ingatlanoknál, és hogy ők használják, bérlik, de a maga az épület a milyen. És akkor ez állatmegőrzésben nekik is szükséges lett volna, hogy ott ne történjen ilyen probléma. Persze, igen, és én is feltettem ezt a kérdést ugyanígy, hogy igen, de aztán majd ki fogja fizetni a cekket. Ugye most a legkorszerűbb villanyoszlopokban a legkorszerűbb ledes állították föl, ami állításuk szerint most a mi műfűves pályánk, amik ugye az önkormányzat, több, annak több a világítása, mint az ő ledes világításuknak. De itt most mi nekünk arról kell, hogy a hálózat fejlesztésről kell nekünk a támogatást adni, ami én jogosra gondolom, ez a saját értékünket növeljük, és ingatlanulnak az értékét. Jó, még nem még egy akarok választ adni. De ahogy akarom, ahogy általában, akkor hogy tudjál válaszolni. Elnézést, hogy megint kértem, azt gondolom, hogy félreértettetek, vagy minnyáján félreértik az egész történetet. Ez a dolog, ez megvalósult. Ez ki van fizetve. Azt kérik, hogy most cseréljem gazdát a kifizető. Hát én itt erről szóltam, tehát magyarul, hogy leegyszerűen, hogy ne kelljen rajta gondolkodni, én most megtámadtam a sportegyesületet. Én arról beszéltem, hogy az önkormányzatnak kell ezt átvállalni, vagy nem kell átvállalni. Azzal mondtam is talán, hogy azzal egyetértek, hogy ezt a fejlesztés szükséges volt, azzal is egyetértek, hogy ha esetleg majd lesz napellenes ide, akkor ez kell, mindennel egyetértek. Én most azt kérdeztem, hogy önkormányzati szemüveget vettem csak föl, hogy mi nekünk, mik a szándékaink, mik a lehetőségeink, és most mi akarjuk-e ezt bevállalni, és utána arra hivatkozással, hogy nincs pénzünk lekapcsolni a villanyt. Ez erre céloztak, nem már. Erről beszélünk. Jó, de én nem ezt mondtam, hogy ez nem kell. Én később köszönnek veszem azt, hogy... Ez megvan. Ez ki lett fizetve. Ez ki lett fizetve. Utána lekapcsolhatjuk, ami meg oda. Most már visszamenném a szót, de ha van még... Nem, egyik csak azt szerettem volna pontosítani. Tehát én nem úgy mondtam, ahogy... Válaszommal mondtam, hogy neked is segítek, meg minden olyan testvéreket adnak, aki esetleg így most kérdésként nem vetette fel, de ugyanígy gondolkozik, tehát mindannyiótoknak segítek. Szóval a válaszom a következő. Igen, lesz olyan a elkövetkezendőkben, amikor azt fogom mondani, és a tájékoztatásban pont ilyeneket is fogok mondani, hogy mit beszéltem az EMASZ-szal, és hol tartunk, és mi van. És akkor ennyit megelőzök a tájékoztatásból a egyebek napi rendi pontra, hogy konkrétan lesznek olyanok, hogy innentől kezdve, vagy X dátumtól kezdve, amit majd sikerül nekem elérni a EMASZ-nál, igen, lesz, amit lekapcsolunk, lesz, amit meg javaslatot is teszek majd felétek, majd egyebekbe a gondolkozás történetben, hogy mint tudunk még spórolni, és nekem mit jutottak eszembe. És ezt, hogy ennek a pódiumát, meg ne az legyen, hogy nem tudtok róla, tehát ne én egyedül vigyem, viseljem, hanem azért vagyunk együtt, és közösen felelősséget vállalók a településért, döntéshozók, hogy együtt hozzuk meg, tehát fogok ilyet mondani nektek, tehát ez a válaszom, hogy igen, tehát lesz ilyen. Hogy azt fogom mondani, hogy akár az áram területén megspórolást kell, költséget kell megtakarítsunk, másképp nem lehet, csak hogy fogyasztást fogunk megszüntetni, hogy így tényszerűen mondjak ki mondatokat, szavakat. A másik pedig akkor áttérve arra, hogy ezt akkor
kifizeti, vagy jelentez nekünk költséget, és később, ha én azt mondom, hogy valahol le kell kapcsolni, itt meg most azt mondjuk, hogy igen, menjen a hálózatfejlesztés. Ez igazából egymással nincs úgy köszönő viszonyban, hogyha én le is kapcsolunk, vagy úgy döntünk, és megtakarítás költség csökkentést gondolunk más területen, ezen a területen meg azt mondjuk, hogy igen, ott van a hálózatfejlesztés. Hálózatfejlesztés az amperokat jelent. Az nem azt jelenti, hogy ott majd fel lesz kapcsolva a villany. De egyébként, ha fel lesz kapcsolva a villany, és azért jött ez a történet, ez a 317 ezer forint is előtt, mert a fogyasztásmérő az a sportegyesület nevén van. Ő fizeti a ott felmerülő áram költségeket. Ezért jött ez az egész történet úgy elő, hogy egyébként mi hamarabb tartjuk az energetikai pályázatot, hogyha a sportegyesület nem jött volna azzal elő, hogy ők most plusz oszlopok, meg az oszlopokon levő plusz wattok, amiket majd a terület megvilágítása igényel, azáltal is a amperek, a 16 ampernek nem bírja, ha ők ezzel nem jöttek volna elő, akkor a mi energetikai pályázatunk kapcsán előjött volna, és akkor mi álltuk volna a cekket. Tehát ők most a ő kérelmük annyiból előzte meg a miénket, hogy az övék meg már életszerűség volt, mert egyébként akkor nem lehetett volna a TAO-s beruházást átadni, hogyha nincs meg a 3x32 amper. A mi pályázatunk meg körülbelül jövőre ér oda, hogy a napelemekről, meg ahhoz kapcsolatos megint csak hálózatfejlesztésről akkor szóba jött volna. A két történet meg ugye úgy ért össze, hogy szóltak nekik, hogy valami nem kóse, mert bent van egy kérelem. De az a kérelem a miénk volt, ugye nekünk kellett visszavenni a mi kérelmünket, hogy jó, akkor mi nem, hanem akkor az ő kérelmük alapján kell most gyorsan a hálózat fejlesztés bővítés, mert az övéket, ahogy említettem már egy nevet, a Tóth Zoltán azonnal intézte és vitte, és akkor Tóth Zoltán azt mondta, hogy az ő meg csak akkor tudja, hogyha akkor mi azt mondjuk, hogy okay, az ő kérelmük menjen végig, és akkor az ő kérelmüket hagytuk végigmenni, így ők befizették a 317 ezeret. Ha nem ők fizetik be, vagy a miénk, akkor mi fizettük volna be, viszont a fogyasztást, akkor még ennyi a válaszom, hogy egyértelmű legyen, a fogyasztást, a mindenkorit a sportegyesületnek kell, hogyha ő állítólag már a TAO-ban, állítólag a TAO-ban már most engedték odafentről, hogy a működési költségek is benne legyen, tehát ugye aki, mint a keresztési sportegyesület is, hogy x10 millió társasági adóhoz hozzá tud venni, és a társasági adóba üzemeltetési költséget most már engedik beépíteni, akkor majd, ha ők felkapcsolják ott a villanyt, akkor fizessék ki a társasági adó üzemeltetési költségeiből, ezt akkor legfeljebb ennyit fogtok mondani, hogy hozzánk majd akkor ne gyertek, amikor már erről ez akifusú kérelmetek lesz, hogy ott világítotok, azt ezért kérjétek a pénzt, akkor arra ne kérjétek a pénzt. Én azt mondom, hogy az, amit mi amúgy is kifizettünk volna a energetikai pályázat miatt, ezt a 317 ezeret, ha mi vagyunk a gyorsabbak, vagy mi élünk oda hamarabb, akkor mi fizetjük ki. És tőle nekik ugye a TAO miatt ez már aktuális volt, mert az övékét megcsinálták kivitelezői. Szerintem mi a kivitelezésben körülbelül jövőre fogunk odaérni. Úgyhogy a részem ez. Igen, választottam a videót. Akkor, aki egyetért azzal, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a Városi Sportegyesület támogatási kérelmére szóló előterjesztést, és a sportpálya elektromos hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó 317 ezer forint támogatást, ami felmerült a Sportegyesület részéről, mint épülethez kapcsolódó költség hálózatfejlesztés, a sportegyesület számára támogatásként biztosítja, illetve a támogatást nyújt, és felkéri a testület a jegyzőt az átutalással kapcsolatos intézkedések megtételére, aki ezzel egyetért nem kész felmutással jelezze. 7 igen lett a vége. 7 igennel elfogadta a képviselő testület a Városi Sportegyesület támogatási kérelmét. A 10. napirendi pont következik. Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz-víziközmű vagyon tulajdonának átadása.
Van egy dátum, ez pedig 2022. december, December 31-ig van a lehetősége az önkormányzatoknak arra vonatkozóan, hogy átadják az állam számára a vízközmény tulajdonokat. Amelyik önkormányzat él ezzel a lehetőséggel, akkor onnantól kezdve a minden egyes olyan költséget, ami ezzel a vízközmény vagyonnal, illetve a vízközmény szolgáltatással kapcsolatban felmerül, akár energia plusz költség, akár bármilyen más típusú költség, az onnantól kezdve az államot fogja terhelni, és az államnak kell helytállni, mint tulajdonosnak. Abban az esetben, ha ezt a döntést meghozza a bármelyik önkormányzat. Ha amelyik önkormányzat ugye úgy dönt, hogy megtartja a vagyont, a vízközmény vagyont, akkor a december, vagyis hát 2023. január 1-e után, akkor minden a vagyonnal kapcsolatos költség az nem fog állami szerepvállalás megtörténni, tehát az egy az egybe a önkormányzatoknak kell azzal megbirkózni, és hát azt mondom, hogy kiszámíthatatlan még a hatásmechanizmus még mindig, hogyha ez 2023. január 1-e után a önkormányzatoknak kell majd minden egyes ilyen költséggel szembesülni, és én megint a szót ismétlen megbirkózni, az előre meg nem, be nem látható, és nagyon jelentős tehernek látszik a jövőre nézve. Társulásülésen ezt megtárgyalt a négy település, Szent István, Mezőnyálát, Mezőnagymihály, Mezőkeresztes. A többi három település egyhangban akként. Mit? Tulajdonképpen nem megtárgyaltuk, hanem tájékoztatjuk. Úgy tárgyaltuk, hogy nem megtárgyaltuk. Nem, 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 ráházatuk, hogy mit tudom, meg a bővítése a tisztítónak, meg az ő rendszerű kiépítése megépül, úgyhogy már belecsatlakoznak a tisztítóba, meg akkor addig még nem, tehát most még elején nem. Akkor úgy gondolom, hogy tárgyalás, egyeztetés folyt erről a témáról, és akkor inkább úgy mondom, hogy a másik három település abban volt, hogy hát úgy látják ők, meg mi, akik ott voltunk, hogy mi is, hogy szükséges lesz azt a döntést meghozni, hogy átadjuk a víziközmény vagyont, mert hogy az üzemeltetés költségei, ott volt az ERVZRT képviselő is, és mondta, hogy egyre jelentősebb az üzemeltetés és az üzemeltetés költségei, tehát minden szereplőnél ezzel szembesülünk, meg ezzel kell szembesülnünk, hogy a költségek azok markánsan és hatványozottan emelkednek. Úgyhogy ő részükről is az van, hogy amennyiben állami szerepvállalás lesz ebben a történetben, akkor ugye ők is mint szolgáltató abban bíznak, hogy az állam a felmerülő költségeket majd állni fogja ezt biztosítani. A szolgáltató részéről is az a vélemény, hogy az a megnyugtatóbb, ha az államnak kell úgymond majd a felmerülő költségekkel valamit kezdenie. Ha nekünk, mint fenntartónak, valószínűleg utóbb az üzemeltető odajön a társulás tagjaihoz, az önkormányzatokhoz, hogy jó, mi már nem tudjuk a költségeket állni, és a költségek már olyan szintűek, hogy akár az önkormányzatok felé fognak kopogtatni, hogy akkor járuljunk hozzá X összeggel, hogy a feladatellátás továbbra is mondjuk úgy, hogy működjön és szökkenőmentes maradjon. Egyre inkább ezzel kell szembesülni, hogy ez fog felmerülni, előfordulni.
nem így van az előterjesztés leírva, de én direkt így próbáltam így mondjuk tájékoztatást adni, hogy rajtam kívül ugye a három testületi tag ott volt a társulási ülésen, a másik három testületi tag nem, a másik három testületi tag, aki nem volt, nektek próbáltam inkább így előadni az előterjesztést, hogy érzékeljétek ezt. Kellene a bizottságot, jó? Akkor Párizsi Lászlónak átadnám, te kontinuális testületi tag vagy, aki nem hallottad ezt, már lehet, hogy most másképp látod már, vagy nem tudom, tehát mindegy, átadom a szót a pénzügyi bizottság vezetőjének, elnökének, Párizsi Lászlónak. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, hát hasonlóra gondoltunk mi is, hogy valószínűleg elvéget, úgy gondoljuk viszont, hogy a lakosság valamilyen szinten be van csapva folyamatosan. De hát ugye ezt el kell fogadnunk, ezt támogatni tudjuk, mert ugye beszélgettük, hogy nem látjuk a költségvetéseket, nem látjuk hogy a valós tényeket. Ugye így, hogy mit kap az állam, mit nem ad, ha nem látjuk, hogy mit kapunk rá fedezetet egyáltalán. Ugye látjuk, hogy mi folyik a ivóvízhálózatnál is, próbálják azt is, hát meg nem megosztó volt a vélemény, de támogatjuk. Jó, köszönöm szépen. Hát de szerintem is az, pedig az már aztán okon. Igaz? Szegedet leszóltánk Debrecen, akkor miért értem meg? Víznél csak annyi majd azt a komolyan. Csak a csomos pénzeket nem adják, akkor még nem vagyunk. Víznél viszont az lesz, ami ezen a társulási ülésen elhangzott, hogy mi a heves vízbűnél vagyunk, és ott a legnagyobb város Eger. Ha Eger nem engedi ki a kezébe, akkor mi nem fogunk tudni mit tenni, csak akkor, hogyha Eger kiengedi, mert ott amikor nagy település van a társulásban, akkor a nagy település döntés, amivel övi a 50 feletti százalék, az a meghatározó. Tehát ott nem tudunk szembe menni a nagy településsel. Itt viszont mi döntünk, tehát itt mind négyen döntjük el, hogy legyen a jövő. Hát csak itt is egy hangulat kell, azért, ha négy közül valamelyik, ha egy elmondemet mond, akkor nem vagyok okos, egy közösségnek kellett volna leülni, amiről beszélgettünk még a pénzügyben, hogy akkor ez szükséges lett volna az, hogy már én magamban hiába támogatom, ha a másik nem támogatja. De először nekünk kellett, valami hasonló, mert így akkor megfogjuk egymást. Úgy majd igen, de gondolom azt, hogy a másik három... Mi voltunk egyedül azok szerintem, akik nem nyilatkoztunk, azért a többiek jobban nyilatkoztak. Hát Majd mi eldöntjük, na. Igazat szabad mondani. Igen, akkor, én már jelentkeztem volna előtte. Tehát a pénzügyi bizottsági ülésen tárgyaltuk, és sajnos, hogy rákényszerítenek erre a dologra, meg tehát mindenki tudja, hogy ez lakossági pénzekből került be a beruházás megvalósításra, a szennyvíz, erre egy forint állami támogatást nem kaptuk, tehát ez a mi ügyességünkön múlott, hogy akkor annak idején kaptunk állami támogatást, nem kaptunk a szennyvíz. Többszörösét annak, mint amit mi befizettünk. De úgy nem kaptál, hogy nem pályáztál, meg egyébként. Tehát ez egy más. Törvény erejénél fogva kapni. Jó. Tehát ami nekem kételjeim vannak, hogy tehát mint köztudott, hogy elég rossz a szennyvíz rendszerünk, tehát több kivitelező, többféleképpen valósította meg ezt az egész beruházást, hogy majd hogyan történik ezeknek a problémáknak, tehát a szennyvíz problémáknak a javítása. Vagy átadjuk most az állam javára az önkormányzati korlátozottan forgalomképes vagyonunkat, akkor majd az emberek felé a számlázás, tehát rendszerhasználati díjjal történik megint, ugye, amit úgy gondolom, hogy egy kicsit visszás dolog. Vagy milyen lesz a szolgáltatás majd az állam részéről. Odaszólok, és majd egy órán belül itt lesz valaki, és ki fogja javítani a problémát, mert ugye elég sok probléma volt a nyáron is a szolgáltatással, a szennyvíz szolgáltatással.
vagy mi lesz a tavalyterhelési díjjal, mert ugye ez eddig az önkormányzat bevételét képezte, ezután lesz talajterhelési díj, nem lesz talajterhelési díj, lesz bevétel az önkormányzatnak. Tehát ezek az apró problémák, amik majd a szolgáltatást minőségét, vagy én véleményem szerint problémák lesznek, de természetesen én azt hiszem, hogy Dózsa képviselőtársam is akkor annak idején, mikor a vízi közmű társulatokat ránk kényszerítették, ott volt, és azt mondták, hogy át kell venni az önkormányzatnak működtetésre. Ezt próbáltuk a szennyvizet, próbáltuk saját erőnkből megvalósítani. Látom én is, hogy ez a jövő, meg ezt kell tenni, csak azért vannak kételjeim ezzel a működtetéssel kapcsolatban. Tehát, hogy a lakosság felé, a lakosság biztos, hogy bennünket fog elsőként megtalálni, és rajtunk fogja számon kérni, hogyha ez nem jól fog működni. Én csak ennyit szerettem volna. Jó, köszönöm szépen. Erre is válaszom azt, hogy én bízok is abban, hogy ha bármi lesz az üzemeltetés kapcsán probléma, tehát, hogy megint eldugul, igen, megint szippantót kell lehívni, mert nem tudom, hogy minden lesz, hogy kvázi felénk jeleznek a lakosok, mi meg majd jelezhetnek közvetlenül a szolgáltató felé. Tehát egyébként az az egyik, hogy a szolgáltató az ugyanaz marad, az ilyenvíz érti, jeleznek a szolgáltató felé. Ugyanazok a dolgozók, azt mondta, hogy ott ültél a ilyenvíz érti képviselője, hogy a dolgozók azok ugyanazok maradnak, tehát ugyanazok az emberek, akik eddig is tudták a rendszernek a problémáit, a bajait, azok ugyanazok maradnak. Tehát ugyanúgy fogják tudni, ugyanúgy, ha előjön meghibásodás, üzemzavar, akkor jönnek és rendezni fogják. A jelzőrendszer, az viszont azt mondom, hogy az benne, most már mi nem lennénk benne szereplőként, hogy közvetlenül a szolgáltató. De én, hogy tudjuk a településen lévő problémákat, azt mondom, hogy nem árt, ha felénk jelzik, önkormányzat felé, mi meg majd odaszólunk a ERVZRT dolgozóinak, hogy ez is ebben az utcában a probléma, menjetek, csináljátok. A lakos fogja eldönteni, hogy egyébként ezzel él, hogy tájékoztat minket, vagy közvetlenül a szolgáltatót hívja. Most is volt egyébként, tudom, jól, aki már kvázi mondhatnám azt, hogy megszokta, hogy már rögtön az ERVZRT dolgozóinak szól azonnal, és akkor úgy próbálja a problémát kezelni, orvosolni, hogy a leghatékonyabban, hogy akik ki tudnak menni és bepiszkálják a szelepet, már rögtön azoknak szól, és nem az, hogy közvetítőknek, hogy polgármester szóljon már oda nekik, hogy jöjjenek már, mert a szelep biztos eldugult. De egyébként, ha ez működik, akkor ha utca áll be rendszer szintűen, akkor azt mondom, hogy akkor nem árt, ha mi is tudunk róla, mert akkor tudjunk, hogy valamelyik utcába, mondjuk úgy, hogy szakasz érintő probléma van, és nem egyedi probléma. Ennyi a díjak képzésére, nem fogok neked tudni mit mondani, hogy esetleg mi épül be, mi nem épül be a díjakba, az majd lesz a jövő kérdése. Egyébként, hogyha állam tartja kézben, akkor az államunkat továbbra is ez a rezsicsökkentés történetre talán kötelezné, mert ő megígérte. Aztán nagyon meg. És majd meglátjuk, hogy az élet mit hoz. Igen. Akkor is elszállhatnak, ha a mi tulajdonunkban marad, mert nem mi emeljük a díjakat, hanem a szolgáltató. Mi tulajdonunkban marad, akkor a szolgáltató fogja mondani, hogy úgy olyan költségei merültek fel, amit ő már nem bír, és a szolgáltatási költségek olyan szinten megemelkedtek, hogy akkor mi, mint önkormányzat, rá fogjuk terelni. Igen, de mi meg miből adjunk nekik, hogyha mi magunkat sem bírjuk. Tehát azért mondom, hogy most egyelőre ez látszik a legjobbnak, hogy jó, akkor át kell adni is. És talán úgy a költségek nem fognak minket terpelni. Dr. Rózsa Gyerge, tudom. Hát most már itt több minden okafogyott lett, amit mondani akartam, illetve elhangzott, csak szeretném azért kimondani, hogy én a Julikának az aggodalmát nem tudom osztani, mert sajnos az a helyzet, hogy most ez nem politikai értelemben akarom mondani, de a gondoskodó állam a szerepe látszik a legmegnyugtatóbbnak manapság.
ez egy olyan, és pontosan erről van szó, a rezsicsökkentéses témához fog igazodni. Itt nagyon nagy veszélyben lennénk, ha mi magunk maradnánk abban a beruházásban, ami akkor, amikor megvalósult, persze terhet jelentett a lakosságnak, de nem helytálló, nagyon-nagyon nagy állami támogatás volt rajta, többszöröse, mint amit a lakosság befizetett. Az embereknek ez akkor annyira nagy vágya volt, hogy szükséges volt megvalósítani. Az, hogy olyan volt a szabályozás, hogy kaptunk hozzá állami támogatást, meg azzal a módszerrel ment, amilyennel ment. Mindegy, ami van, nem fiatalodott a rendszer, nem bírunk vele, azt tudjuk, hogy nem tudnánk karbantartani, nem tudnánk fenntartani, és én azt hiszem, hogy a lakosság részéről sem lesz semmi olyan észrevétel, mint ahogy elhangzott most is. Van, aki közvetlen már tud szólni az embernek, hogy na, meg kéne nézni, és meg is nézik. Mi alulról idézőjelben nem fogunk semmi változást észlelni. Fölülről viszont az állam részéről a védernyőt remélünk-e, hogy megkapjuk. Én azt hiszem, hogy egy önkormányzat tehetetlensége az bármikor jobban előfordulhat, egy szolgáltatónak a rossz hozzáállása vagy képtelensége bármikor előfordulhat, de ez legutoljára fordul elő egy államban. Szóval ha az állam nem fogja magára hagyni az embereket, és hogyha nem gondolkodtunk olyan nagyon össznépien, mondom, például az iskoláknak az elengedésében, akkor most az, hogy egy, mert az egy egészen más dimenzió, akkor most egy ilyen csővezeték, ami jó kilukad, meg elromlik, meg nem tudom, mi van vele, azt hiszem, hogy jobb kezekbe vagy. Szóval én egy pillanatig nem aggódok abban. Vigyék, csinálják, végezzék a dolgukat, és a te végszavadat veszem át, hogy úgy legyen, hogy jó legyen. Na, nem tudom már csinálni. Akadalmaim lehetnek, tehát akadalmaim lehetnek, mert nem hiszem, hogy benne lehetnek. Most is van. Van én mindig aggódok most is, amikor megkapom a visszámlát. Én azt látom, hogy le tudjuk zárni már egy képpen. Hát ez most nem olyan. Gyuri is mondta, hogy dél próbálom tartani. Én próbálom tartani a 12-t, de hátra sikerül. Jó. Na, szóval én úgy látom, hogy azért már újabb kérdés, hogy elmerült az utat megbeszéltük. Szavazásra bocsájtanám a napirendi pontot. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízvezetékbeli vagyon tulajdonjogának az átadásával, hát most én ezt nem akarom ezt a nagy hosszú határozat javaslatot felolvasni. Aki azzal egyetért, hogy a tulajdonjogát átadjuk a magyar állam részére, kérem készfejlőtással jelözze. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz vízközmű vagyon tulajdonjogának átadását a magyar állam számára. 12. lesz. 11. napi rendi pont, ami volt a művelődési ház könyvtár intézmény vezeti állás betöltésére való pályázati kihívás, véleményező bizottság létrehozása, és mi a harmadik? A vezetői megbízás meghosszabbítása. Én gálásan átadnám jegyző úrnak azt, hogy mit akar erről, mert tudom, mondjuk a meghosszabbítás ugye valókat, amit könyvtáros idegenes jelleggel volt november 1-ig, és akkor december 31 napjáig kellene megbízni, akár én is összefoglalhatom. A pályázati kiírásra létre kell hozni egy véleményező bizottságot, a pályázat, mármint a intézményvezető elbírálására. A véleményező bizottság tagjai javaslat szerint Farkas Júlianna képviselő, Bogoly Erzsébet kulturális szakértő, de már egyszerű, meg voltak bízva egyébként. Azért, mert még nem volt beegyezve, a tagjai, a művelődési ház is megtalált. Jó. Akkor
arra vonatkozóan kérjük fel őket, jó? A intézményvezeti munkakör kiírására pedig újból kiadásra került, csak úgy, hogy most már a Tahi Olga Művelési Ház és Könyvtár intézményvezeti munkakörére írjuk ki a pályázatot. Akkor én mennyiből foglalnám össze, amivel még ki akarod bekészíteni, akkor átadom a szót. Október 14-én sikerült a bejegyzés a Magyar Államkincstárnál, és emiatt tolódott, hát sajnos elég hosszú idő, több hónapon keresztül, és most volt szükség arra, hogy az intézmény vezetői pályázatot kinyírjuk, utána, amikor az a polgármester is egy kulturális szakértőnek, illetve egy képviselőnek kell legalább jelen lenni a véleményező bizottságban, és utána dönthet a testület a pályázó személyéből. Jó. Mondasz még valamit? Bizottságot? Amiket kell? Az ügyrendben három esetben. Jó. Jó. Akkor felkérném Dr. Dózsi Györgyöt, az ügyrendi bizottság elnökét, hogy a ügyrendi bizottságban elhangzottakról, illetve állásfoglalásról tájékoztasson. Tisztelt képviselőtestület, a bizottság megtárgyalta a napi rendet, illetve annak a elemei, és mindegyikkel egyetért, nem tudom, hogy elmondjam-e, hogy tartalma, mi merítő részletek. Nem változik, akkor lehet. Nem változik. Az előterjesztésnek megfelelően egyetértünk azzal, hogy pályázatot írjunk ki, egyetértünk azzal, hogy a véleményező bizottság alakuljon, illetőleg az ideglenes vezetői megbízással is egyetértünk. Én nekem annyira abban van aggályom, hogy ugye azt írtuk, hogy majd a pályázat közétételétől számított 30 nap, hogy jó van ez így, ez a december 31-e, bár akkor fogjuk elbírálni, hogy ez aktuálisan egybeesik-e, tehát már január 1-től a december 31-ig elbírálandó már munkába tud lépni, vagy mi a fene lesz, tehát lehetne esetleg az én véleményem szerint a ideglenes megbízás hosszabb, mint ez az idő, mert az ideglenes megbízást vissza lehet vonni, és akkor, amikor sikerrel járunk, azt se tudjuk, hogy lesz-e pályázó, eredményes lesz-e a pályázat, hogy ne kelljen havonta hosszabb izgatni, hanem én azt javaslom, hogy ezt a határidőt lesz. Február vége. Hát legalább persze, de úgyis ideglenes jellegű, az megfelel, mert január-február alatt csak el tudjuk dönteni, sőt, már még egy kört tudunk fogni, ha nem lesz jelentkező. Egyébként elfogadásra javasoljuk az előterjesztéseket. Jó, köszönöm szépen. Testületi tagok részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás. Nekem csak annyi volna, hogy ugye azt jelöltük meg, hogy a közzétételnek a helye csak ilyen keresztesi hirdetőtábla a könyvtárban, meg a városhonlapján, hogy én attól tartok, hogy pont olyan végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező pályázó nem is látja meg. Tehát szerintem a közigállás.gov.hu, ami országos szintű, szerintem ott is tegyük közzé. Vagy lehet, hogy nektek ez a magától értetődött azért nem? Nem, magától értetődik az, hogy nem. Ez egy nem jó, amiatt, mert ők munkaszerződésesek, a közigálláson csak közszolgálati dolgozók vannak, nem munkatörvénykönyvesek. A profession.hu-n szoktuk abban, ezeken lehetne inkább megjelentetni. Jó, akkor csak úgy mondom, hogy valami országosan, ami párig láthat, pedig fiatalok látja meg, és ide költözik. A Rubikádat, hogy köz, de hogy munkatörvénykönyvesek. Értelek, igen. Igen, mert régen a könyvtárvezető is közalkalmazott volt, igen. Csak valami országosan. Csak jogszabályváltozás történt, most már közművelésben dolgozók, a országgyűlés, vagy nem tudom, hogy a kormány helyzet, úgyhogy országgyűlésben tudjuk, hogy most már munkatörvény. De akár, hogy is csak így látják meg, hogyha igen, valami olyan... Igen, nagyobb ez a profession.hu, arra felrakjuk akkor. Jó, van-e még kérdés? Hozzász.
hozzászólás nincs, akkor szavazásra bocsájtom, Jézsú, először melyiket? Először a bizot, vagy először a megbízás? Mit? Írjuk a pályázatot. Először írjuk, utána megbízás. Aki egyetért azzal, hogy a Mezőkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete Tahi Olga Művelési Ház és Könyvtár intézmény vezetői munkakörére pályázatot hirdet a melléklet szerinti, előterjesztés szerinti tartalomban, és kiegészítve javaslattal, hogy a közvétételt egészítjünk ki azzal, hogy valami országos szintű hirdetési felületen is jelenjen meg. Ezzel kiegészítve, aki egyetért a pályázat kiírásával, kérem készfelnyitással jelezze. Én állítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadtuk a Tahi Olga Művelési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörére levő intézményvezetői pályázat kiírást. A pályázat kiírás, vagy a pályázathoz kapcsolódóan véleményező bizottság létrehozásával, amely bizottságnak Farkas Uliannak képviselő Bogoly Erzsébet kulturális szakértő tagja, a pályázatok, beérkezett pályázatok elbírálásához és ennyi, véleményezéséhez kapcsolódóan, aki ezzel egyetért, kérem készfelnyitással jelezze. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület a véleményező bizottság létrehozását, és akkor ehhez kapcsolódó harmadik napirendi pont, vagy harmadik határozati javaslat döntés a napirendi ponthoz, aki egyetért azzal, hogy a Tahi Olga Művelési Ház és Könyvtár vezetői megbízásával kapcsolatosan a Könyvtár intézmény vezetői feladatok ellátásával 2022. november 1-től 2022. december 31-ig Balogh Katalin könyvtáros idejében is jelenleg megbízzuk.23 február 28-ig, érdekes jelleggel megbízunk Balogh Katalin könyvtárost, aki ezzel egyetért, kérem készfelnyitással jelezze. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület könyvtárvezetői megbízást. Jó, akkor ez a napirendi pontnak vége. Én annyit kérnék akkor a testületi tagoktól, hogy egy szünetet rendelnék el még az egyébként napirendi pont előtt is, akkor gyorsan folytatjuk egy napirendi pontot. Folytatjuk a képviselőtestületi ülésünket a 12. napirendi ponttal, egyebek napirendi pont. A képviselőtestületnek és a lakosságnak szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy év elején Mezőkeresztes önkormányzata benyújtott több pályázatot, melyből 5 darab pályázatra megérkezett a támogatói határozat döntés, nyertes támogatói döntés. Sorolom sorba, egyik olyan pályázatunk, amit benyújtottunk és támogatást kaptunk, az a csapadékvíz elvezetés TOP plusz 1.2.1 pályázat. Ez a Kossuth-Lajos utca vízelvezetése a katolikus templomtól kifelé a sportpálya felé. A páratlan oldalon megy végig a csapadékvíz elvezetés az elejétől a végig, a páros oldalon pedig a Bemutca torkolatáig. Most ezen gondolkozom, melyik a páros páratlan. Tehát a Bemutca az a páros oldal, tehát a
abban az oldalban a Bem utcáig megy, ott majd át lesz vezetve a másik oldalra, és tehát abban az oldalban megy végig a sportpálya oldalába, vagy a rendőrös oldala, ha így mondom, tehát abban az oldalban végig vezet, vagy végig lesz a csapadékvíz elvezetés. A tervek szerint a két oldalt fedett lesz a Bem utcáig, meg a Kinizsi utca leágazásáig a árok. Tehát ott fedett árok kialakítás lesz, akár mondjam, hogy megszüntetve az a balesetveszély, amit a templom melletti mély árok ad, vagy okoz. A támogatás összege 100.126.065 forint. A támogatói döntés az most érkezett meg október 12-én. Másik, amiben támogatást itt értek, vagy kaptunk, az a Népkert zöld pályázat, vagy zöldítés játszótérbe kialakítás, esőbeállók, a Népkert világítás kialakítása. Erre 60.792.613, ez TOP plusz 1.21B. A másik, a Népkerten belül TOP plusz 1.2.1C, ja, 60.792.613. A másik az pedig Népkert színpad, vásártér világítás, Népkerten belül járdafelület, sportpálya előtt parkoló kialakítás, ez a TOP plusz 1-2C, erre 48.193.000. Ezt is október 12-én az előző zöld pályázatot, Népkert zöld terület, a zöld fejlesztés, az pedig október 20-án. Óvodafelújítás balett, ez is TOP pluszos, tehát az idei évi pályázat. Támogatás összege 82.542.768. Itt még csak a minisztériumi felületen látjuk a nyertességet, itt még a támogatói okirat nem került kiküldésre, de már ugye a irányító hatóságnál már látható a maga döntés, hogy már megszületett. 82.542.000, és akkor a előbb említett sportötöző épület, energetika, az TOP plusz 2.1.1, az már viszont, az már március 29-én megkaptuk, tehát az, amit utaltam, hogy már mi elindítottuk, hogy a kivitelezés, vagy a közbeszerzés és a tervezés szakaszában vagyunk. Sajnos azt kell mondjam, hogy itt 21.151.000 a támogatás összege. Azt kell mondjam, hogy tejfájást okoznak nekünk a jogszabályok, mert azt mondták, hogy mivel megnyertük annak idején a orvosi rendelőt, a gyerekorvosi rendelőt, meg a hivatal B-épületet épületenergetikába, egyenként egyik se érle az 50 milliót, de mivel 5-6 éven belüli nyertes pályázatok voltak az előzőek, és összesítve viszont elérik, meghaladják az 50 millió forintot, ezért ennél ez hiába 26 millió, de az előzőeket, ha figyelembe veszünk, hogy az előzőekkel egyik egybeszámításban elérjük az 50 milliót, akkor ennél a 26 milliósnál meg már kötelesek leszünk nyílt közbeszerzést lefolytatni, tehát írni, vagy a közbeszerzési tanács, vagy közlöny oldalán, vagy közlönyben, meg a elektronikus felületen közzétenni. Tehát rendes közbeszerzési eljárást, nyíltat kell lefolytatnunk, emiatt az egybeszámítás miatt, úgyhogy erre utaltam, hogy a jogszabály miatt sajnos ezzel szembesülünk, hogy szigorúsága vagy betartása véget, hogy itt nyílt eljárás kell a 26 millió ellenére. Összes többi meg ott van szinte az 50, illetve ott el is érik az 50 milliót, amiket mondtam, tehát ott nyílt kell. Itt meg az egybeszámítás miatt, úgyhogy vélhetően bízok benne, hogy a közbeszerzés szakaszával csak el kellene jutni jövő tavasz elejére, tehát én
márciusban szeretnék kivitelezőről beszélni, hogy ki lesz az energetikai pályázatnak a kivitelezője, bízom benne, hogy oda jutunk. Az összes többi az meg ugye olyan szintű, hogy ott azért a engedélyes tervek megszerzése, a vízelvezetésnél, amit tudom, ez hosszabb procedúra, ott bízom benne, hogy vagyis jó lesz, hogyha jövő nyárra őszre jutunk a közbeszerzésig. De már nyertes támogató döntésünk van. Ennyi lett vagy volna még a pályázatokról tájékoztatást adok. Amiről még nem tudunk döntést, az a nem tudom én, hanyadik napi rendi pontban álltam említett, ja, amikor a jegyző volt a utak állapot a negyedik napi rendi pont. Hogy tehát bent van a beltereti utak pályázat, amiket emlékeztem, hogy az újabb, több mint egy kilométer hosszú útépítés lenne keresztesen. Arról nincs még döntés, orvosi rendelő felújításról nincs döntés, és a szociális pályázat keretében kaptunk lehetőséget önkormányzati mikrobusz benyújtására, arról, tehát azt is benyújtottuk, egy önkormányzati mikrobusz kérelmet, szociális pályázat, vagy hogy kell mondani, igen, szociális feladatellátás pályázatra, arról nincs még döntés. Ez, amit a pályázatokkal kapcsolatban szerettem volna, és akkor majd következő alkalommal pedig a lakosságot szerintem, tehát tájékoztatjuk arról, hogy mik lettek azok a energiaköltséget csökkentő intézkedések, döntések, amiket meg fogunk hozni, vagy meghoztam. Ennyi lenne. Van-e egyébekben valaki részéről hozzászólás, vagy bármi? Ha nincs, akkor megköszönöm mindenkinek a képviselő testületi ülésen végzett munkáját, testületi ülést akkor az annak bezárom.